Üdv mindenkinek! Végre sikerült megcsinálni a iPhone 13 Pro Max-nak a kameratesztjének a videóját. Így az időjárási viszonyok nem igazán engedték. Esett, és hát ma is esett, de megcsináltam. Szóval erről lesz ma szó. Az iPhone 13 Pro Max-nak ugye a kamerateszt, és hát ezzel együtt ugye a batteria, hogy meddig bírja. Amit el kell mondjak, hogy tegnap olyan 16-30 körül vettem le a töltőről, egy ilyen 94%-on volt, szóval nem volt teljesen feltöltve. Ez a 6% kb. Egy ilyen jó 40-45 percet adott volna még ehhez, de minimum egy fél órát, attól függően, hogy mit csinálsz a telefonon, ezt még így hozzá lehet számítani, és hát a videó végén majd megmutatom, hogy mikor is merült le a telefon, valamint igazából így a night módot még nem sikerült kipróbálni, szóval az egy külön videó lesz, csak night mód. Szóval iPhone 13 Pro Max, kamerateszt. Mennyire lehet hallani a hangom, már eléggé fúj a szél, és építkeznek ott. Ez a front kamera. Itt Tukában ilyen érdekes idejön. Ez így az iPhone-nak a fő kamerája, hátsó ugye. Ilyen stabilizáció. Fúj a szél. Nem tudom, milyen lesz az ajszerés. Ez itt az ultraszéles látószög. Hát elég nagy dombon megyek, felpróbálok ilyen helyeken járni. Egyenesen tart a telefon, annyira stabilizál. Így gym után elég érzem a lábam, de menjünk.
Ugye ez még mindig a cinematic. És hát ilyen így itt. Szóval ez lett volna az iPhone 13 Pro Max-nak a kameratesztje. Ahogy mondtam, a Night Mode-ról még később lesz egy másik videó. Na de, mikor is kapcsolt ki a telefon, ugye? Ha megnézed, 1%-on volt, ugye, minden be volt kapcsolva. Mobil internet, wifi, fényerő végig a maximum volt, Bluetooth is be volt kapcsolva, ugye. És hát így lett 1%. 17 óra, 11 perckor. Szóval látod, utoljára feltölt, hogy 94%-ra volt. 16 óra, 35 perckor. És hát így merült le. Szóval nem volt teljesen 100%-on. Szóval több mint 7 órán keresztül bírta ugye a telefon. Bekapcsolt képernyővel. És hát nagyrészt, ha megnézed, akkor ugye a kamera fogyasztotta a legtöbb aksit. Azután YouTube. Szóval igazából teljesen jó bírta, hogyha ugye 100%-ról indult volna, akkor talán meg lett volna 8 óra. Szóval ez lett volna ugye az iPhone 13 Pro Max-nak a kameratesztje, és hát a battery tesztje. Kibírta 24 órát, úgyhogy teljesen jó. És ha még itt vagytok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni meg, hát rányomni a csengőre. Sziasztok!